Sziasztok! A négy fiúról a Haggadában mesélt a munkácsi rabbi Reb Hesmélech a következő történetet. De ehhez először ismerni kell azt a szokást, hogy amikor a zsidó elmondja a Smá Iszraelt, a hagyjad Izrael az örökvaló Istenek az örökvaló egy, a sem örök én a sem echad, akkor letakarja a szemét, és amikor mondja azt a szót, echad, egy, akkor arra gondol, hogy egy, alef az a számérték egy, hogy ez egy Isten van, het a számérték a nyolc, azt jelenti, mert a hagyomány szerint hét szint van az égben és a világban, szinte az örökkévaló egyetlen egy a egekben és a föld és a földön, és aztán a dalet az pedig a számértéke a négy, a világnak a négy oldala. És mivel ezt erre szoktunk gondolni, ezért az a szokás, hogy általában szoktak mondani, sem echad, ilyen nyújtva egy kicsit. A Reb Hesmélech, a munkácsi rabbinak az volt a szokása, hogy széder este szokott körbejárni a várost, hallgatni, ugye minden zsidó házban az ablak nyitva van, egy kicsit nyárias, lehet hallgatni mindenféleket. Az egyik háznál ott volt egy nagy amórec, egy tudatlan zsidó, aki, mikor eljutott a négy fiúhoz, négy fiúról szólattaira, echad haham, egy okosról, ve echad rasa, egy rosszról, stb. És akkor ő, mikor látta azt a szót, egy, akkor úgy mondta, echad haham, echad rasa, echad tam. És akkor az emberek nevettek, hogy ez a amórec összekeverte az egy, az egyen. De a Rebbének, Reb Hesmélechnek ez nagyon tetszett. Azt mondja, nézd csak, ő mind a négy gyerekben felfedezte az egy Istent. Még a rossz gyerekben is felfedezte az egy Istent. És ez a mi feladatunk. Egyik gyereket se szabad elutasítani, pont fordítva, minden gyereket kell próbálni közelebb hozni, és felfedezni benne az egy Isten, mert minden zsidóban benne van az egy Isten. Köszönöm szépen!